November 1-ével indul a téli krízis szezon a támasznál, még tart a Vissza az utcáról program. Ismét összegyűltek a megye neves személyiségei, az új EU-s ciklus célkitűzéseiről tárgyaltak. Életfáj a program, újra fákat ültetnek a pécsi civilek. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják október 30-án csütörtökön, tartsanak velünk! Több mint két hete tartották a helyhatósági választásokat Pécsett, de az önkormányzat döntéshozó testülete, a közgyűlés azóta sem tudta megkezdeni munkáját. November 15-éig erre nem is lesz módja, írja a Pécs Ma. Mint arról korábban beszámoltunk, az egyik keleti városrészi szavazókörben meg kell ismételni a szavazást november 9-én. Emiatt nem is tudja megkezdeni munkáját a közgyűlés. A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megválasztásával kezdődik, azaz a városvezető ezt követően megkezdheti tevékenységét, és értelemszerűen kötelezettséget is vállalhat. Páva Zsolt munkáját ugyanakkor már nem segítik az alpolgármesterek, hiszen Csizi Péter és Nagy Csaba munkaviszonya megszűnt a városházán, utóbbit ráadásul már a megyei közgyűlés elnökévé is kinevezték. Arra is van szabály, hogy a döntések előkészítését kik végezzék a közgyűlés és a bizottságok híján. A szakemberek például már minden valószínűség szerint a november közepétől dolgozó közgyűlés elé kerülő szakmai anyagokon, előterjesztéseken is dolgoznak már. Pécsett a püspöki palotában találkozott a 30 fős Baranya barátainak köre, amelyben befolyásos közéleti személyiségek munkálkodnak a megye előbrejutásán. Most az új Európai Uniós ciklus irányvonalairól beszélt előadásában dr. Prőle Gergely helyettes államtitkár. Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti időszakában a fejlesztéspolitika egyik alappillére, hogy a felzárkóztatást szolgálja, így előtérbe kerül a kis- és középvállalkozások fejlesztése, a munkahelyteremtés és az újraiparosítás. Ez volt a témája a Baranya barátainak köre sorosülésének a Püspöki palotában. Fontosnak tartom azt, hogy a városhoz kötődő emberek az ország minden részéről itt együtt gondolkodjanak, és azt is fontosnak tartom, hogy megpróbáljuk világossá tenni azt, hogy mi Magyarország szerepe az Európai Unióban. Itt én is kíváncsi vagyok a helyiek véleményére, hogy gondolják, milyen regionális kisugárzása lehet akár Pécsnek, Baranyának itt a környéken. Tehát én egy élénk eszmecserére számítok, és azt remélem, hogy én is okosabban megyek haza. A szervezetet 1995-ben dr. Kádár Béla, dr. Gálszécsi András, Gráf József, Májer Mihály nyugalmazott megyéspüspök és dr. Kurucsai Csaba alapította azzal a céllal, hogy összefogja azokat az embereket, akik Pécsről, Baranyából indultak, és szép sikereket értek el pályájuk során. Több apró lépés sikerült meglépni. Például ugye, mikor a villányi borút beindulóba volt, akkor például Spanyolországban tudtuk népszerűsíteni a kiadványokban a villányi lehetőségeket. Tudtunk abban segíteni, hogy mikor pályázatokat kellett írni, vagy pályázatokhoz kellett hozzáférkőzni, akkor például azok a tagtársaink, akik ugye a gazdasági életben olyan vezető pozíció voltak, hogy tudtak segíteni, sok segítettek. Tudtunk segíteni karitatív munkával. A 30 tagú egyesület tagjai vállalják, hogy hétköznapi munkájuk során, kapcsolataik révén segítik a megye és Pécs fejlődését. A társaság megalakulása óta tavasszal általában a fővárosban üléseznek, az őszi tanácskozás pedig mindig Pécsett van. A tagok közé bekerülni csak felkéréssel lehet. Az Örök Gyermek emlékműnél közös gyertyagyújtásra várja a gyászoló sorstársakat a Pécsi Szemenfénye Alapítvány. Az emlékezésre a pécsi temetőben kerül sor szombaton délután 5-től 6-ig. A pécsi köztemető gyermekparcellájában található Örök Gyermek emlékmű az elhunyt kicsiknek állít emléket. A karrarai fehér márványból faragott, anyát és gyermekét formázó dombormű az évek során valódi zarándok helyé vált. Hagyomány, hogy minden szentek napján a Szemenfénye Alapítvány munkatársai, az érintett családok, barátok és ismerősök 1000 papírdarvat és mécsest helyeznek el az angyalsétány mellett található emlékműnél. Sikerrel zárta éves programjait a Támasz Alapítvány. Jelenleg egy folyamatban lévő projektjük van. Most azonban készülnek a térre. November 1-ével indul a krízis szezon. Várják a külső segítséget is.
Az évet sikeresen zárja a hajléktalanokat ellátó támasz alapítvány. A két éves kertészleszek projekt a végére ért, és van egy folyamatban lévő programjuk is, a Vissza az utcáról nevű projekt. Lényege, az utcán élőket közvetlenül albérlethez jutatják, mondja Fonyó József, a támasz alapítvány integrált intézmény vezetője. Legelső sorban a lakhatásokat próbáljuk megoldani ezeknek az embereknek, és itt például az egy nagyon fontos cél volt, hogy párokat juttassunk lakhatásra, de most 5 párt érint konkrétan, és ezen kívül pedig még 4 nő hajléktalant. Azért őket próbáltuk meg, mert őnekik szűkösebbek a lehetőségek az intézményrendszerben, például páros ellátásunk sajnos még mindig nincs. 2015 elejétől indul a TIOP felújítási pályázatuk, melynek keretében az egyik átmeneti szállójukat tudják korszerűsíteni. Ebben tudnak majd magasabb színvonalú ellátást nyújtani a rászorulóknak. Most azonban a télre készülnek. Ezért most már téli ruhát, cipőt elfogadnak. Ami nagyon fontos, az a dél-dunántúli regionális diszpécser szolgálatuk, mely a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A városban nem nagyon van lehetőség arra, hogy azok a járványok, amik felüthetik a fejüket, például a ruhatetőből, a rühből következően, erre szinte kizárólag a támasz alapítványnál van lehetőség, hogy ennek a mentesítését elvégezzük, és ez nagyon nagy forrásokat igényel a számunkra. Ugyancsak a higiéniával kapcsolatos, hogy fontos lenne számukra mosógép, melyek az állandó használat miatt már előregettek. Háztartási és ipari mosógépet is elfogadnak, akár anyagi támogatás formájában is. 4 városban, köztük Pécset rendezték meg az úszók éjszakáját október 29-én szerdán, hogy felhívják a figyelmet a pikkelysömörrel élőkre. A kór közel 150 ezer embert érint Magyarországon. Erre hívta fel a figyelmet a szervező Magyar Dermatológiai Társaság. Az időzítés nem véletlen. Október 29-én van ugyanis a pikkelysömör, más néven Psoriasis világnapja, amikor a világ közel 60 országában, Ecuadortól elkezdve Japánig, mindenütt voltak hasonló figyelemfelkeltő, a betegségben szenvedők iránti szolidaritást kifejező rendezvények. Az úszók éjszakája rendezvénysorozat országos fővédnöke, dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára. A helyi fővédnökséget Páva Zsolt Pécs megyei jogú város polgármestere vállalta el. Városunkban Finöncsek Gábor olimpikon úszóval, a PVSK vízilabdázóival, a PSN ZRT úszóival és a Flamingo Szinkronúszó Egyesület sportolóival versenyezhetett együtt a közönség. Vendégem a stúdióban Keller Árpádné, a Pécsi Psoriasis Betegek Egyesületének elnöke. Üdvözlöm itt nálunk. Én is üdvözlök minden hallgató. Milyen visszhangja volt most az úszók éjszakájának, egyáltalán magának az egyesületnek mit jelent ez a kezdeményezés? Az egyesületünknek, mivel pont az előző hétvégén alakult meg, ahogy ez az úszók éjszakája lett, de az egyesület nem múlt nélküli, és már innen ez a harmadik úszók éjszakája, amit itt Pécs városában tulajdonképpen segítőként mi viszünk végre, meg elméletileg rólunk szól ez az est. Arról szól, hogy a társadalmilag elfogadottá váljon ez a réteg. Ez a pikkelysömör tulajdonképpen egy látványos betegség, de nem olyan tragikus, mint ami ennek látszik. De sajnos olyan világban élünk, hogy az emberek ránéznek valakire és döntenek. A tartalom sokszor másod-harmadrendű, amit én hosszú-hosszú ideig igen nehezen dolgoztam föl, meg a sorstársaim is. De én úgy gondolom, hogy ez az úszók éjszakája, illetve az, hogy ennyi híresség kiáll mellettünk, bemer velünk ugrani egy medencébe, illetve tanítás, hogy minél több ember megértse azt, hogy mi a pikkelysömör, mert sajnos igen nagy tudatlanság van ezen a téren, és mi azért veszünk aktívan részt rajta, függetlenül attól nagyon sokunknak ez önmagát meg kell, hogy lépje, vagy ide kimerjen jönni, de ha mi nem teszünk magunkért, akkor mondja meg bárki, ki fog értünk megnyilvánulni. És én úgy gondolom, hogy most például ebben az évben harmadik alkalommal felülmúltuk méterekbe is, meg létszámba is, mindenbe az eddigi napokat. 26.200 métert úsztak a pécsiek, és kaptak önök egy oklevelet, amit megmutatunk mindjárt a kamerának. Ezzel az előkelő második helyet sikerült idén kiharcolni magunknak, illetve harcolni játéknak fogjuk föl, illetve annak a lépésnek, hogy elkezdődött egy út. És ha minél többen megismerik ezt, hogy ez a betegség
sokkal rondább, mint amilyen fájdalmas, illetve azt, hogy felismerik például, akik mi ott álltunk, kamerákon, fotókon van, több éves házasságban élünk, gyerekeink vannak, férjünk van, akik nem viselik ezt a betegséget. Gyakorlatilag a lelki válság, stressz, vagy érzelmi túlhajtottság, meg a menedzsereknél is iszonyú sok ilyen emberrel, akinek stresszes élete van. Illetve hát a mai világban mondja már meg valaki, ki az a család, akinek az életében nincs olyan, stressz, persze. Olyan esemény. Tehát soha senki nem ne szólja meg a másikat, mert nem tudja, hogy holnap vagy holnap után nem ő. Illetve nagyon-nagyon sokszor találkoztunk az elmúlt évek alatt, hogy nem a család, az érintett beteg, hanem egy családtag mondta, hogy tegyünk már valamit a feleségéért, a gyerekéért, mert hát úgy beburkolózik, hogy miatta bekorlátozódik a család élete. Mi az ön tapasztalata, mennyire segítenek itt a pécsi orvosok, illetve a pécsi emberek önöknek abban, hogy esetleg javuljon az állapotuk, vagy hogy tünetmentesek legyenek? Hát hála jó Istennek a klinikán jelenleg olyan klinikavezetők vannak, illetve szakorvosok, illetve aki a pikkelysömör szakrendelést is vezeti, hogy hát az enyhe túlzás lenne, hogy baráti kapcsolatunk van, de ahhoz közeli. Nagyon jó, nagyon támogatóak, illetve már közös terveink is vannak, hogy így ez az egyesület létrejött, mert eddig óriási hátrány is gát volt, hogy rengeteg feladat van, meg vagyunk jó páran cselekedni, tenni akaró emberek, de anyagi háttér nélkül, pénz nélkül, bárhogy is mondjuk, hogy a pénz nem boldog, de igenis szükséges valamilyen szinten, és ez az egyesületi bejegyzés ezt valósítja meg. A szakmai háttérrel nincs gond, a mi aktivitásunkkal nincs gond. Most már az a harmadik alkalom, hogy látjuk, hogy híres emberek is tesznek azért, mert ők köztük is van. És felismerik azt, hogy nem az a megoldás, hogy nem segítenek, hanem hát meg kell egymás kezét fogni. Mi az egyesület célja? Az egyesület célja az, hogy ezeket a minél több beteget, aki eddig féltve a munkahelyvesztéstől, vagy esetleg attól, hogy mit szólnak, mert nagyon az ugye köztudott, hogy sokszor egy nézés, egy mozdulat bántóbb lehet, mint egy hátbavágás vagy egy kiszúrás. Tehát ezekkel az emberekkel megértetni azt, meg hát ott kezdődik, hogy a beteg értse meg, hogy nem kevesebb, mint más. Egyformák vagyunk, csak nekünk látszik a betegségünk, mert a mélységébe belegondolunk, nagyon-nagyon sok betegség van, ami fertőző. Nálunk tragikusabb következményei vannak, és ott valahol nem, az elítélés nem természetes. Tehát, ahogy mondtam is, hogy ha mi magunkért nem tesszük, senki ne várja el, hogy ezt más megteszi. De példa az, hogy segítenek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és bemutatta egy picit az egyesületet, és gratulálok egyrészt a 26.200 méterhez, másrészt pedig ahhoz, hogy országos szintű a kezdeményezés, és hogy önök is mellé állnak, és reméljük, hogy lesz folytatása a jövőre is. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, mi is köszönjük, és mindenkinek, aki tegnap hozzájárult ehhez a szép estéhez. Köszönöm. Folytatódik a Pécsi Életfa program. Az Ökováros Ökorégió Alapítvány novemberben is várja a civilek jelentkezését, akik fát szeretnének ültetni a Siklósi út mellett. A közösségi akcióhoz csatlakozott a Biocom Kft. A Városüzemelési Társaság facsemetékkel, eszközökkel segíti a kezdeményezést. November 3-án indul újra a faültetési programunk. A bőrgyár előtti területről kezdünk, oda is lehet még csatlakozni, bár most már azért elég sokan összegyűltünk, és haladunk végig egészen ki a Siklósi útig. Összesen 232 darab kis facsemetét fogunk elültetni a Biocom közreműködésével. Hova várjátok a jelentkezőket? A jelentkezőket minden nap más helyszínre várjuk, attól függően, hogy éppen hol tartunk az ültetéssel. Ez egy előre beütenezett program szerint működik. Egy e-mail címet tudnék megadni, ami lehet jelentkezni, illetve egy telefonszámot. Ez az info@ökováros-ökorégió.hu, ékezet nélkül, és a telefonszám pedig a 20-as 454-0644, amin lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne a közösségi faültetésen részt venni.
A PMFC Matthias hazai környezetben egy gólos győzelmet aratott szerdán a Magyar Kupában a Debrecen felett, és ezzel bejutott a legjobb 8 közé a Magyar Kupában. A hétfőn távozott Weber György helyére ideiglenesen kinevezett Kulcsár Árpád így sikeresen mutatkozott be a pécsiek kispadján. A nyolcaddöntő további mérkőzésein a Ferencváros, a Gyirmót, a Csákvár, a Szolnok, az Újpest FC, a Kisvárda és a Videoton FC győzött. A PMFC Matthiasszal együtt tehát 4 NB1-es és 4 alacsonyabb osztályú csapat várja a folytatást a Magyar Kupában, ahol a két mérkőzés tétje az elődöntőbe való jutás. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. November 1-ével indul a téli krízis szezon a támasznál, még tart a Vissza az utcáról program. Ismét összegyűltek a megye neves személyiségei, az új EU-s ciklus célkitűzéseiről tárgyaltak. Életfája program, újra fákat ültetnek a pécsi civilek. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!